videókat, hogy mondjam. Talán néhányan láttátok már YouTube-on, itt-ott lesz Buborék foci, amiben a futballjátékosok ilyen őrült nagy műanyag gömbökbe vannak be csomagolva, és így kell fociznyuk, rettentő látványos és mókás jeleneteket láthatunk majd. Lesz food golf, amit idén hozunk ide a foci fesztiválra, ott a füves pályán lesz majd, remélem, hogy nem fúrjuk teljesen szét a vasasnak a füves pályáit, és tudják utána használni. Három alkalommal is lesz bemutató a nap folyamán, illetve a magyar food golf válogatottal lehet majd együtt játszani. Lesz a csocsónak, az asztali focinak rengeteg formája, az asztali csocsótól, vagy ilyen a fölállított csocsótól kezdve az élő csocsóig, ahol élő emberek alkotják a csocsójátékot, lehet kipróbálni. Aztán lesz dekázó bajnokságok, 11-es rugó bajnokságok és tengó bajnokságok az egész nap folyamán, tehát mindenhol folyamatosan ki lehet próbálni az embernek nem csak azt, hogy mivel szeretne foglalkozni, hanem még versenyekben is részt vehet, és ezekből a versenyekből mindenféle nyereményeket vihet haza. Rengeteg kiállítónk, fogalmazunk így lesz, NB1-es klubok, hála Istennek, egyre nagyobb létszámban fogadják el a meghívást a foci fesztiválra. Talán két évvel ezelőtt elég kis létszámmal kezdtük a foci fesztiválon ezt az általunk klubok utcájának nevezett helyszínt, akkor még talán kettő vagy három klubunk volt, aztán tavaly növelni tudtuk a számukat, és idén remélem, hogy még inkább. Egyre több magyar NB1-es klub, illetve akadémia tartja fontosnak azt, hogy jelen legyen a foci fesztiválon, bemutatkozzon, és akár játékokat, aktivitásokat szervezzen. Úgyhogy lesz minden, ami csak szemszájnak és futballozni kedvnek ingere. Reggel 9 órakor nyitjuk majd a kapukat, hogyha esetleg van módotok ezt leírni vagy elmondani, akkor kérlem, hogy mondjátok el, hogy parkolási lehetőség is van, tehát lehet autóval is érkezni, de hát a Fáy utcának elég jók a közlekedési körülményei, úgyhogy tömegközlekedéssel is könnyen el lehet jutni. Tehát 9 órakor nyitunk majd, és 19 óra környékén fogunk zárni. Ugye, ahogy az István is említette, ez egy jó hétvége abból a szempontból, hogy NB1-es forduló az nincsen, hiszen a magyar válogatott 6-án este Bukarestben játszik, 10-én pedig az észteket fogadjuk, tehát a két mérkőzés között egy igazán jó hétvégi családi program megmerítkezni a foci minden formájában, minden fajtájában itt a foci fesztiválon, és hát természetesen a foci fesztivál és annak szervezői is nagyon bíznak abban, hogy Bukarestben jó eredményt ér el a válogatott, és ez még inkább meghozza a kedvet ahhoz, hogy jöjjenek el sokan a foci fesztiválra. Szeretném végezetül, aztán majd szerintem a szabadrúgás lövő bajnokságról egy külön, végezetül szeretném megköszönni annak a sok-sok támogatónak, aki